Köszönjük, hogy megáldottad a gondolatot, adtál hitet és álhatatosságot, gondviseléseddel kísérted a munkát, hogy egy évvel az alapkőletételt követően megnyithatja kapuit a bölcsöde. A Kaposvári Református Egyházközség presbitériuma még 2021. novemberében döntött arról, hogy bővíteni fogják oktatási intézményeik palettáját, így az óvoda, az iskola és a gimnázium mellé egy bölcsödét is építenek. Kaposvári gyülekezet példaértékű. Bölcsöde, óvoda, általános iskola, gimnázium, könyvesbolt, élő gyülekezeti élet, áldott lelkipásztorok most is, de gondoljunk az elődre, Bellai Zoltán nagy tiszteletű úrra, mennyi mindent elvégzett és el akar végezni itt az Úr Isten országának építésében. Lássuk meg ebben a gyönyörű épületben az Isten határtalan szeretetét, és próbáljuk őt viszont szeretni az ő kegyelméből. A sikeres pályázatot követően egy évvel ezelőtt tették le a bölcsöde alapkövét a területen. A bölcsödét a egyházközségünk tulajdonában levő telken tudtuk kialakítani. Az épület a legmodernebb építési technológiával készült, napelemmel és számos energetikai megoldással lett felszerelve, így energiatakarékos kivitele lehetővé teszi, hogy energia szükséglete gyakorlatilag nulla. A fejlesztés eredményeként egy nettó 363 négyzetméter alapterületű bölcsőde megépítése történt meg. A férőhelyek iránt már az átadást megelőzően érdeklődtek a szülők. Ez egy kétcsoportos klasszikus bölcsőde, most 28 főre kapunk működési engedélyt. Az idei nevelési évben a cél 26 gyermek, hiszen kor szerint be van korlátozva, hogy hány gyermek lehet maximum egy csoportba. Így lesz egy két év fölötti csoportunk, és lesz egy vegyes korcsoport. Kaposvár 2030-ig azt a célt tűzte ki, hogy legalább annyian szülessenek, mint ahányan elhagyják a várost, emelte ki beszédében Szita Károly. A városvezető hozzátette, ez azonban szövetségesek nélkül nem sikerülhet. Ez a szövetséges a magyar kormány a családbarát intézkedésekkel. Ugyanakkor a városnak vannak még szövetségesei. Mögöttünk hagyott másfél esztendőben három bölcsöde épült Kaposváron. Pontosabban kettő épült, egy pedig megnyílt. Épített a város az Irányi Dániel utcában, nyitott egyet az evangélikus egyház, és most pedig itt vagyunk, és közösen ünnepelhetünk, és a kaposvári gyülekezet akaratából, a Jóisten támogatásával és segítségével pedig megnyithatjuk a mostani bölcsödénket. A Mustármag református bölcsöde a tervek szerint szeptember 2-án nyitja meg kapuit a legkisebbek előtt Kaposváron.